Amennyiben a kormány és a Nemzeti Bank várakozásánál magasabb lesz az infláció, újabb kompenzációt kapnak a nyugdíjasok, ezt jelentette be a pénzügyminiszter. A napokban kapták és kapják készhez az idősek a 15%-kal megemelt januári nyugdíjat. Februárban pedig érkezik a 13. havi juttatás is, így a nyugdíjasok átlagosan 416 ezer forintot kapnak majd készhez a jövő hónapban. A szakértők úgy számolnak, amennyiben a tavalyi többszöri emeléssel és a 13. havi nyugdíjjal összesen 18,2%-kal nőttek a nyugdíjak az idei évben, ami a fizetéseket is meghaladó mértékű növekedés. Vendégem pedig a stúdióma Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tiszteltel köszöntöm a Hír nézőit! Elégedettek lehetünk ezekkel a számokkal, hiszen az emelés a 13. havi nyugdíj rendkívül nagy juttatás a nyugdíjasoknak kérdés, hogy az infláció hogyan követi majd ezt? Hogyan készülnek erre? Egyet egészen biztosan el lehet mondani, hogy ebben a nehéz helyzetben, nehéz körülmények, nehéz történések között is egy pozitív hírrel indult a, az új év a nyugdíjasok számára. Ugye több mint két millió nyugdíjas honfitársunk van, és miért mondom, hogy nehéz a helyzet? Mindenki tudja, a szomszédunkban háborúdul, és ehhez a dologhoz Brüsszel nagyon-nagyon rosszul nyúlt, szinte mindent elbaltázott, szankciókat, szankciókat vezetett be, amely ugye az európaiakon csattan elsősorban, az Európai Unió tagjain, és hát ez egy háborús inflációt hozott magával, ezért van nehéz helyzet, de talán ebben a nehéz helyzetben is egy, egy jó történés az, hogy a nyugdíjas honfitársaink már megkapták januárban a 15%-kal megemelt nyugdíjat, ugye korábban 5% volt a tervezett, tehát ez annak azért többszöröse, és hát azt is el tudom mondani a hírtelevízió kedves nézőinek, hogy itt azért nem áll meg ez a történet, mert februárban várható majd a 13. havi nyugdíj, ugye az a nyugdíj, amelyet visszaépített az Orbán Viktor vezette polgári kormány, amelyet korábban elvett a, a baloldal, és már erre a februárban érkező 13. havi nyugdíjra is ez a 15 százalékos emelés, vagy többlet az emelt összeg, az egyértelműen vonatkozik? Érdekes kritikát vagy megjegyzést olvastam ezzel a kapcsolatban, hogy az egyik baja a 15%-os emeléssel, hogy kevés, a másik pedig, hogy nem differenciált a nyugdíjemelés, nem törekszik arra, hogy alacsony nyugdíjújak juttatását felzárkóztassa egy magasabb szintre. Mit gondol erről a Én azt gondolom, hogy mindenbe bele lehet kötni, és mindenre lehet rosszat mondani, de szerintem sokkal helyesebb az a hozzáállás, hogyha észreveszünk, hogy minden jóban van valami jó. Egy 15%-os nyugdíjemelés az szerintem mindenképpen jó irány, főleg, hogyha figyelembe veszük azt, hogy 2010 óta hogyan alakultak ezek a dolgok. Ha megnézzük a nyugdíjak alakulását, akkor azt tudom mondani, hogy 2010-ben egy átlag nyugdíj az körülbelül 93 ezer forint volt, még mostanra 2023-ra ez meghaladja a 200 Ezer forintot, ez 92%-os növekmény egyébként. Ugye ki lehet mondani azt, hogy a magyar nyugdíjasok számíthatnak Orbán Viktorra, számíthatnak Magyarország kormányra, számíthatnak a Fidesz kdmp re hiszen például visszaadtuk, visszaépítettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat. Az elmúlt időszakban ötször került sor nyugdíjprémium kifizetésére. Szeretném hangsúlyozni, hogy a baloldal idején egyetlen egyszer sem történt ez meg, és az átlagfogyasztás erejéig védjük a rezsi csökkentést is, a rezsi árakat. A baloldal idején egekbe emelkedtek az rezsi árak, és ezt is a nyugdíjasoknak kellett egyébként megfizetni. Tehát az a szövetség, amelyet Orbán Viktor kötött a nyugdíjasokkal még 2010-et megelőzően, amikor készültünk a kormányzás felelősségére, az azt gondolom, hogy hogy be van tartva, azt betartottuk, és folyamatosan mindig kiállunk a nyugdíjasok érdekeiért, és az ő szempontjaikat folyamatosan figyelembe vesszük. Említette a szankciók okozta a gazdasági válságot, az infláció az egyik legnagyobb probléma, ami a gazdaságban problémát okoz, és hát az élelmiszerek, élelmiszer árakban jelenik meg legjobban ez az infláció. Hogyan hogyan készülnek arra, hogyha mondjuk meghaladja az inflációt, ez a 15%-ot meghaladja az infláció, milyen ütemben emelhetik a nyugdíjakat, milyen időszakban, idő, közö, idő közben gondolkodnak Több olyan intézkedést hozott Magyarország kormánya, még egyszer mondom, ebben a nehéz helyzetben, ami az inflációt valamilyen módon visszatartja vagy próbálja kompenzálni. Egyrészt az előbb említett rezsivédelem, ugye az átlagfogyasztás elejéig, 181 ezer forintot jelent egyébként minden magyar családnak, illetve polgárnak. Európa más országában nincs ilyen szintű rezsifédelem. A bevezetett és mostanáig föntartott élelmiszerástopp szintén ad valamilyen fajta könnyítést, és hát az, hogy ez a nyugdíj emelés megtörtént, szintén védi valamilyen módon a nyugdíjasokat ettől a brüsszeli szankciós, háborús inflációtól. Nyilvánvalóan a kormány egész évben folyamatosan nézni fogja, hogy hogy alakul az inflációs hatás, és amennyiben az augusztusban például meghaladja a 15 ot akkor arra egyértelműen reagálni fog nyugdíjkorrekció formájában? Beszéljünk egy kicsit a polgárőrségről. Ön nyilatkozta egy videóban, hogy is számítanak a polgárőrökre, akiket anyag és erkölcsi megbecsülésben részesítenek. A rendőrgyilkosság kapcsán felvetődik a kérdés, hogy mondjuk a polgárőrök és a rendőrök hogyan tudnak együtt dolgozni egy ilyen helyzetben, hogyan tudnak a polgárőrök segíteni a rendőrök munkájában, hogyha erre a rendőrgyilkosságra gondolunk? Hazánkban több mint 65 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, azt tudni kell a kedves nézőknek, hogy ők önkéntesen végzik ezt a fajta munkát. Kis településekben, városokban, illetve a határaink mentén védik a biztonságainkat, biztonságunkat. Nagyon sokszor ez természetesen a, a rendőrökkel együtt történik, egy kiváló együttműködés van a rendőrök, honvédek, határvadászok és a, a polgárőrök között. 10 millió munkaórát teljesítettek a tavalyi esztendőben a, a polgárőreink. szövetség elnöke Túros András fogalmazott úgy, hogy 2022-es esztendő volt a legsikeresebb év a polgárőrség történetében. A polgárőrség már a köztestületként működik, tehát az országgyűlését, a Magyarország kormánya megadta ezt a jogosítványt 2012-ben az Országos Polgárőszövetség számára, és hát rekordösszegű költségvetési támogatást kaptak a következő évben, és stratégiai megalapodás van. Magyarország kormány és a polgárőrség között, és ezt ebben az esztendőben is tovább kívánjuk vinni. Ezúton is köszönöm a önkéntes munkáját. És akkor tervezik, hogy fejlesztik a polgárőrséget? Nem sok időnk marad, de egy gyors kérdés. Természetesen igen, úgy, hogy az elmúlt 10 évben, 12 évben ez történt, hiszen folyamatosan új, modern, korszerű eszközöket, gépjárműveket, láthatósági mellényeket, motorkerékpárokat, kerékpárokat kaptak a, a polgárőreink. Nyitrai Zsolt, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a meghívást.